A matrac, srácok, az olyan, hogy egy ilyen jüszkös, dreamzónos matracunk volt, de hogy pontosan melyik, azt nem tudom. A, a leírások alapján, ez egy 160x200-as matrac, hát az a helyzet, hogy nem sikerült rájönnöm, mert nincs nálam a számla, vagy... Va, va, nagy valószínűséggel Adrinál van a számra, úgyhogy nem, nem találtam meg, hogy, öm, hogy öm, mi, milyen, öm, milyen, matracunk volt pontosan, de az biztos, hogy Dreamzónos, jüszkös, és 160x200-as volt, és ez olyan, hogy nem rugós, tehát hogy rugó nélküli matrac volt, inkább ilyen hab, szivacs, hab, szivacs, talán így hívják az, ami nem rugós, a fene se tudja. Elvileg volt benne kókuszréteg is, de hát hogyha lett volna benne kókuszréteg, akkor nem tudtuk volna felhajtani, mert a hétvégén azt is elvitték, úgyhogy most már az a helyzet, hogy amikor két matrac volt így a lakásba, akkor egyszerűen nem tudtunk sehogy se el 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 elférni, meg lenni, meg lenni, de szerencsére egy másfél napot volt csak nálunk, vagy, vagy talán kettőt. Úgyhogy megszabadultunk a régi matracunktól is. Az a helyzet, hogy ezt hi kifeküdtük, hiába forgattuk ide-oda-amoda, nem lett jobb, és azt olvastam, hogy akik ilyesmi féléket vettek, itt a jussz kommentbe panaszkodtak folyamatosan, hogy folyamatosan, tehát csak az egycsillagos értékeléseket láttam, hogy... hogy kifeküdték, egy évig, már, egy évig, vagy fél évig volt jó, utána gödör lett, úgyhogy a, 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 vélemények alapján nekünk is valami hasonló lehet, mert, mert mi is pont így jártunk, hogy egy évig, vagy nagyon max két évig jó volt, és utána már nagyon kellemetlen volt. De ez most abszolút jónak tűnik, ez a, ez a mostani ez, makit akit érdekel, ez egy BSK kötőjel E rugós matrac, szóval ez ilyen, ez ilyen nagyon menő rugós matrac, és, és, nagyon jó rajta feküdni, az meg különösen tetszik, hogy ha mozgok rajta egy picit, akkor nem érződik az egész ágyon, illetve kalácskát se zavarom. A legfontosabb. A legfontosabb, úgyhogy úgy néz ki eddig, hogy ez egy jó váltás, de úgy Isten igazából talán egy év vagy kettő év múlva fog kiderülni, hogy, hogy ilyen pontosan. Hogy hogy bírják a rugók, eddig még ugye nem nyikorgott, nem volt nyikorgás, úgyhogy hát nem tudom, meglátjuk. De, de, de szuper volt ez a pár nap. Én nagyon élveztem. Én, nagyon, én nagyon élveztem. Ja, hát jövőre mindenféleképpen mesélek majd róla, hogy, hogy milyen, hogy hogy szuper áll. A moziba pedig um, a Gucci házat néztük meg. Én azt egyre inkább sajnálom, srácok, hogy a játékidő az tolódik el a másfél óráról kettőre, kettő és fél, illetve három órára. Én nagyon-nagyon sajnálom. Üm, nincs azzal gondom, hogyha egy film hosszú, félre ne értsétek. Üm, de én nem akarok mindig beülni egy hosszú filmre, értitek? A Gucci ház is olyan volt, hogy szerintem ezt meg tudtam volna nézni másfél órába is, amit, amit, így, amit így láttam. Öm... hogy mondjam el nektek? Szerintem, aki nem rajongója, Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacidó, meg nem is tudom már, hogy hívták a az apukát, de mindjárt puskázok. Mármint, hogy ki volt a színész, tényleg Jeremy Irons. Hát az valószínűleg nem igazán fogja annyira élvezni ezt a filmet. Arról ne is beszéljünk, hogy Jared Leto is benne volt. Az a helyzet, hogy én fel se ismertem annyira uh, el volt maszkírozva. <laughs> Úgyhogy én rajta meglepődtem. Megmondom őszintén, nem néztem meg, hogy milyen színészek vannak benne, csak a trélerét láttam, ott meg szimpatikus volt Lady Gaga, meg Adam Driver, én örülök neki, hogy, hogy, hogy az egykori Kylo Ren megformálója milyen komoly és milyen... Hát milyen komoly szerepeket vállal. Vezető Adam. Szóval, így, hogy már lassan kifut egyébként a mozikból, a gucci még így is egyébként sokan voltak rajta. Legalábbis én úgy tudom, hogy lassan ki fog futni a mozikból. Mikor is jelent meg? November 24-én. Hát igen, két hónapja van már a mozikból, úgyhogy lassan, lassan ki fog kerülni. Nekem tetszett. Nekem, megmondom őszintén, nekem tetszett. A, a főszereplők jók voltak. És igazából szerintem ezzel is vitte a filmet. Jó voltak a színészek. Sorozatokkal, meg, meg nagyon durván haladtunk a, a nagy pénzrablással, már a, az utolsó előtti évadot hajtjuk, és annak is, annak is már lassan a végén járunk, úgyhogy most fogunk majd belekezdeni a héten. ABBA az évadba, ami. ami ami, hát mindjárt puskázok. ami ha jól tudom, most decemberben jelent meg. Talán Adria második azt mondta. É, é, hát nem decemberben, szeptemberben, bár lehet, hogy Netflix-re decemberbe került. Ö, szóval igen. A héten már az utolsó évadot fogjuk nyomni, és ö, egyébként nem rég kezdtünk bele. Szóval nagyon, nagyon bejött nekünk ez a sorozat. És az a helyzet, az a helyzet, hogy tudjátok, van a, vannak ezek a, ezek a színvonalbeli vagy minőségbeli romlások a egyes sorozatoknál, mindig mondjátok, hogy a második évad az már nem olyan jó, harmadik évad az már borzalmas, a negyedikről meg már ne is beszéljünk, ezt most nem a nagy pénzalablásra mondom, hanem így a nagy általánosságba. Itt a második, hát jó, nem a második, az újabb rablás évada, ami még nem az ötödik évad. Az a helyzet, hogy most nem tudom, hogy milyen, ho hogyan beszéljek évadokról, mert hogy ö, vannak, akik három évadosnak mondják, a, vagy három évadosnak tartják a, a nagy pénzrablást, és van, aki meg ötnek, szóval én arról beszélek, ahol ahol... ahol aranyrablás van. Értitek? Szóval az az évad, az beszarás, hogy milyen brutális lett, és hogy mennyire érződik az, hogy nem csak, hogy hozta a szintet, hanem sokkal durvább lett az elsőnél. Sokkal durvább, és és, és Hát nem akarok spoileresen beszélni. Úgyhogy csak annyit mondok, hogy egyelőre brutális módon tetszik, és nagyon várjuk, a, várjuk az ötödik évadot. Nagyon várjuk az ötödik évadot. Szeptemberben jött az, el, az évad első része, decemberben meg a befejezőt. Á, ezt nem tudtam. Ezt, ezt nem tudtam. Csak te nem láttad. Jól van, na, de aki esetleg olyan nub, mint mi, hogy még csak most kezdünk bele a nagy pénzrablásba, annak nem akarom ellőni a dolgokat, Lovacska. Majd spoilerezek, hogyha már megnéztem. <laughs> de akkor, akkor mondani is fogom, hogy most spoilerezünk. Mi most párommal sok idő után beruháztunk egy tévére hétvégén, és elkezdtük végre a Witcher második ével. Uh, nice, jó szorakozás hozzá, megré. Szia, Lidit Manó. A Babylon 5 azt, azt nem vágom. Azt nem vágom, széra karcolom. A lezárás teljesen kielégítő kielégítő. Tényleg egyébként mm, befejezték mm, fejezve a, a nagy pénzrablás, tehát hogy ennyi nem nem jön több, hoz, ö, több, ö, több rész hozzá? Tehát, hogy az ötödik évad az utolsó, és most ilyen ö, ilyen újabb, ö, hát nem is tudom ezek szíkölök, vagy, vagy nem is tudom hogy mondják. Ha jól tudom van egy, vagy esetleg több money heist is, ami indult, vagy fog indulni majd a jövőben. Igen, vége, aha. Van ilyen kóreai, elvileg? Vagy, vagy lesz majd ilyen kóreai? Én nem tudom. Előzmény sztori lesz Berlinről. Hú, hú, hú. Ha ezt meg tudja adni. Ő a kedvence. Berlin és a professzor a kedvence. Nekem, nekem Denver. Ne. A másik rendőrnő is elég durva? De hát ő, ő, ő szó szerint durva. Nem mert te vagy az? Jaj, szóval... Nekem nagyon tetszik, srácok, úgyhogy uh, már nem is tudom, hogy le lehet egyébként, hogy ajánlottátok, hogyha ajánlottátok, akkor köszi szépen, hogyha nem, akkor meg nagyon jó ötlet volt uh, rávetnünk magunkat erre a sorozatra. Nem tudom, mi lesz majd a következő, de, de hát még mindig több sorozat van, amit megnéznék, mint idő, amit erre tudok áldozni, úgyhogy emiatt nem kell izgolni, hogy jaj, mit, 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 néznénk, nem, nem lehet tudni, hogy mi, mit akarunk nézni. Um, egyébként már egy jó ideje a Cobra Kai van a listámon, hogyha esetleg um, adódik úgy szabadidő, hogy, hogy, hogy néznék valami sorozatot, akkor valószínűleg abba kezdenék bele. Tudom egyébként, hogy a Bleach-be is belekezdtem, de az inkább nosztalgikus, mint sem érdekes számomra most. Ja, szóval a Cobra kai akarok majd belekezdeni. Meg be akarom fejezni a Wheel of Time-ot, amit még nem tudom, hogy, hogy mennyire tetszik Adrinak. Nem volt lenyűgözve a Wheel of Time-tól, nekem egyébként tetszett, és valószínűleg azt is, azt is be fogjuk fejezni. CSOF, igen, igen, a pénzrablásról volt szó. Szóval kíváncsi leszek majd, hogy kíváncsi leszek majd, hogy milyen lesz ez a koreai money heist. Elvileg koreai lesz. Meg, meg, láttam valamit, de akkor ezek szerint az a Berlin erőzmény sztori. Az tök jó. Na tessék, Sofiék is nem rékezték a nagy pénzrablást. Helyes. Helyes. Mi is? Képzeld, Sofi, mi is olyan novok voltunk, hogy, hogy idén kezdtünk bele. <laughs> az biztos. Maximus Smith. Az biztos. Én is eddig csak jót hallottam a kobrakájról. Szia, coolers. Én most az eufóriát kezdtem el, mivel említetted a 13 okon voltat. Ezt is tudom ajánlani. Ja, a 13 okon volt egy brutálisan jó sorozat. Nem is tudom egyébként, hogy hogy hogy, hogy, értem, hogy most annak lesz-e folytatása, vagy bármiféle hozzá kapcsolódó történet. Az nekem brutálisan bejött. Hmm és mi a, a szexoktatással párhuzamosan néztük az eufóriát. Ha jól tudom, bár szerintem csak az nem látja, aki nem néz fel az internetre, mert gyakorlatilag az HBO Go annyira nyomja az eufóriának a promóját, hogy lassan már a fürdőszobámba is már fog jelenni. Úgyhogy majd mi is el fogjuk kezdeni az eufóriának a második évadát, az elsőt azt már ledaráltuk, úgymond. Na, mindjárt megnézzük, hogy Anakron miről írt. Expans, azt hiszem, ezt már ajánlottátok. Ja, ezt már ajánlottátok, ezt az expans -t. Ó, és ez... Azt írják, hogy akár ilyen is lehetne egy Mass Effect uh, sorozat. Hm. A, az expense ról most lett vége, aha. Any anyukád mellette a nagy pénzrablást? Hát igen, az annó nagy ment, és... Uh, um, nem tudom, hogy mennyi Sieges van köztetek, biztos nem egy-két ember, de én most egy kicsit szomorú vagyok, hogy uh, akkor, amikor... amikor elkezdődött a nagy pénzrablás, akkor nem ruháztam be a Vigil Az a helyzet, McCree, hogy aki utoljára, tehát a, aki most fedezi fel a, például a nagy pénzrablást, és akar valamit nézni az interneten, mit, mit tudom én, meg akarja hallgatni a Ciao vagy a, vagy a nagyon menő muzsikákat, akkor számolnia kell azzal, hogy aki feltölt videót YouTube-ra, az spoileres részeket is rak belemerő, mert ő már valószínűleg látta az összes évadot, és hogyha mondjuk megtalálsz egy Ciao Bella videót az interneten, akkor az úgy szétszpoilerezi neked az egész sorozatot, hogy utána úgy fogod nézni, hogy eh, nem megyünk fel többet az internetre. Jaja, 13 okon volt egy nagyon durva sorozat Astronomist némi szórakozással, úgyhogy... <köhem> lehet, hogy szörnyű lesz ez a hasonlítás, de a 13 okon voltos sorozatot érdemes úgy olyan mentalitással nekiállni, mint egy ne felnek. Nekem nem lehet spoilerezni, 10 perc után elfelejtem én is így működök, lovacska, én is így működök egyébként, de amikor rákerestem, hogy XY karakter, és valamit akartam róla nézni, rögtön a Google kiegészíte nekem arra, hogy halála, és így. Hát jó. Akkor jó. Csak engem nem izgat. Nincs ezzel gond, paraszt. Nincs ezzel gond, hogyha valami nem jön be. Nem lehetünk egyformák. De én nagyon örülök, hogy ne ne nekünk ennyire bejött a, a nagy pénzrablásra, amúgy. Nagy nagyon intenz. Az a helyzet, hogy nagyon intenz, és azt tetszik, azt tetszik ebben a sorozatban a legjobban, hogy lehet szimpatizálni, lehet örülni, de van, amikor annyira annyira reménytelennek mutatja a helyzetet a sorozat, hogy meg annyira félelmetesnek a dolgokat, hogy így, hogy így ez nekem, ez, nekem, nagyon tetszik. Hogy ilyen, ilyen völgy, hullámvölgyes, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt hívni a sorozatba, de ez, ez brutálisan, brutális módon tetszik. Ezt értem, de engem nagyon frusztrál, hogy egy vagy akár több évet kell várnom pár részre, amikor beleendülök egy jó Netflix-es sorozatba. Hát ez ilyen. Az a helyzet, hogy nem fognak kiadni több évadot egyszerre, mert az nem éppen költséghatékony dolog. Ezt egyébként, nagyon sajnálom a Walking Dead esetén, ahol a, hát én nem tudom, mi, mi, mi van egyébként a Walking Deadnél. Azt tudom, hogy most, most fognak majd jönni talán nyár elején a befejező részek, amikor teljes mértékben le lesz zárva a Walking Dead sorozat. Egyébként az, az utolsó részek, amik már kint vannak, azok elég jók szerintem. És ahogy mondasz, megkérje, hogy nagyon el van húzva, hát a Walking Dead szerintem az nagyon el van húzva, legalábbis abból a szempontból, hogy, hogy nagyon lassan, de nagyon-nagyon lassan, és nem kiszámíthatóan jöttek ki a részek. Egyrészt a koronavírus miatt, másrészt meg a fene se tudja mi miatt, de az, az, hogy, hogy hogy fel van darabolva az utolsó évad, az valami borzalmas. A Loki and Key az, az nekem is szimpatikusnak tűnt a tréler alapján, ha jól tudom, Bújdi, az... Nem tudom, nem tudom, de, de a szimpatikusnak tűnt. A szimpatikusnak tűnt, igen. Én az Atakon Titan befejezését várom, már nagyon már, de nagyon lassan rajzolják. Ja, azt nem vágom. A magyar pénzrablást, magyar, a, a, nagy pénzrablást a magyar szinkronnal, vagy eredeti angol nézted? Én eredeti angol szerettem volna, de azt mondta Adri, hogy most nem akar olvasni. Úgyhogy, Úgyhogy magyarul néztük. Szeretjük egyébként a szinkronos filmeket, meg sorozatokat, mert Ö, szinkron hang fanok is vagyunk de amit csak lehet azt, azt próbálom milyen eredeti hanggal nézni azt hiszem itt spanyol a Darknál meg német meg nem is tudom mik, mik voltak a, igen a Squid Game-nél talán a koreai. ja. de kíváncsi lennék egyébként arra hogy a Squid Game milyen lehet ö, magyarul Kíváncsi vagyok a, a szinkronosok munkáira. Ha jól tudom, például stól is benne van. Úgyhogy. Kíváncsi vagyok ezekre. De úgy álltál hozzá a nagy pénzrabláshoz Adri, hogy anyukádék már látták, és nekik nem tetszett? Ó! Oh. Megnézzük egyébként a Book of Boba Fett-et is. Hogy mondjam? Nem lesz, nem lesz szerintem sosem kiemelkedő a Book of Boba Fett, mint sorozat, de viszont mint Star Wars content úgy kielégítő számomra. Mert még több infót tudhatok meg Megy egy karakterrel. Nagyon kíváncsi vagyok. És remélem, remélem, így, hogy már elértünk a, a mostani részig, egyre több több jelenbeli cselekmény lesz, mint sem múltba merengés. Mert amúgy az, az nincs bajom, csak az nem viszi előre a karaktert, szerintem. nem ismerem azt a Brooklyn 99-et. Szitkomokat nagyon nem nézünk. Szia Budász, szevasztok srácok! Szóval megnéztük, megnéztük a Book of fetet. Fettet. Nekem nincs bajom vele. Nem untam magam rajta. Tetszett, tetszett, ami volt, és várom a Szerdle megjelenő következő részt. Hát azt mondjuk még jobban várom, hogy a Disney Plus végre legyen Magyarországon, de az már egy másik téma. Az Atakon titan én nagyon nem vágom, srácok, én így ezekkel az animékkel tudjátok, hogy hogy állok. Egy kezemben meg tudom számolni, hogy mennyit láttam. És... Uh, majd egyszer, majd egyszer elveszem valami, Valamelyik másik animére is magam. Ha, ha már nagyon animéznék, akkor egyébként a Dragon Ball Super-t uh, pótolnám be. Mert, uh, mert azt kezdtem el tavaly, és az első évad végén járok. Na jó, van, srácok, elindítom közben a Fort, hogy játszunk is. Imádod a Dragon volt? Én is, én is, én is. Tényleg egyébként, ha már egyébként God of azunk, és Tilk um, az, aki adja a hangját Kratosnak, illetve illetve a Motion Capture is uh, a Tilket megformáló színészről készült. Ha esetleg hallottatok az új Star Stargate-ről, az Origins-ről, azt hiszem az a neve. Hát, és még nem láttátok, akkor nem hajtatok ki sok mindent az életetekből. Én nekem nincs, nincs bajom a feliratokkal, lovácska. Öm. Hát igen, igen, igen. Uh. Én, én amikor megnéztem, megnéztem a, az Origins-t egybe, azt hiszem másfél óra. Egy filmnyi hosszúságú. Hát... Uh, akkor úgy voltam vele, hogy legalább tudom, hogy van ilyen is. De az a helyzet, hogy... Um, én, én nagyon úgy álltam... Én nagyon úgy álltam egyébként a univerzhez is, amikor elkezdtem nézni a universt, akkor azt mondta, hogy uh, mi ez? Aztán, hát nem tudom. Lehet, hogy most eretnek meg fognak hívni a, a, a rajongok, de nekem brutális módon tetszett a univerz, és nagyon sajnálom, hogy pont akkor lett elkaszálva, amikor igazán beindult volna az egész. Én azt nagyon-nagyon azt sajnálom, és azt továbbra is uh, sajnálom, hogy a stargate ilyen sorsa jutottak. Azt nagyon-nagyon azt sajnálom. Félre az, uh, az alap csillagkapu sorozat is szerintem brutálisan jó az Atlantis is teljesen megfért abban a formában, ahogy volt, nekem az is nagyon tetszett, imádtam, imádtam nézni az Atlantisos részeket, a sima csillagaput is, viszont, viszont ami, ami, miatt tetszett nekem a univerz, az a az, a, az a, az, az, el, az, amiatt, hogy amilyen, tehát amilyen komolyabb, brutálisabb, vagy hogy is mondjam, nem brutálisabb, hanem ilyen, nem tudom megfogalmazni, de pont az a stílus, ami, volt a univerznél, nekem azt tetszett így a, a csillagkapuknál a legjobban. A Origins megnézése miatt 10 óra szarkofán kívülrei, tényleg. Ja, 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 az lehet egyébként, hogy döcögős volt az eleje. lehet, hogy döcögős volt az eleje. Lesz egyébként valami csillakapus játék? Most így hirtelen nem ugri be, hogy az hogy mi lesz, hogy lesz, meg hogy ki csinálja, mi csinálja, de azt hiszem már, azt hiszem beszéltünk róla tavaly is, hogy hogy lesz valami csillagapus akármi, ami szerintem nem fogja kielégíteni a fanok igényeit. Nézem, IMDB-n 3,9 per 10 más is így volt vele. nehéz elképzelni, hogy valaki arra a sorozatra mondjuk adott egy tízest, egy 9-est, vagy egy nyolcast, vagy akár egy hetest is lianna. Stargate Timekeepers. Ó, oh, akkor az lesz az konaja. Szia Csorbi, szia Equilibrium, jött mindenkinek. Level 260 környékén kezd megcsapadni a Forzőt, hype tegnap belenézte a Dead -be és iszonyatosan adja. Hát a Dead Cells egy iszonyatosan jó játékmapó, és iszonyatosan sok kontent jön hozzá a megjelenése óta, úgyhogy ha bele akartok csöppenni egy roguelite játékba, ami oldalnézetes platformerszerű roguelite játszi, máshogy oldalnézetes, mint, mint, a, mint az izsák, az izsák inkább felülnézetes 2D játék, de a Dead egy is, brutál jó játék, és ahhoz a -e, magyar nyelv is. Na meg is van, milyen sorozat fog peregni a munka mellé, februárban jó kis Stargate. Lianna, hajrá, hajrá. Ha én azt majd újra nézem, akkor az majd valószínűleg majd a, majd, majd, amikor már a fuka leszek. <laughs> Így már van jó pár sorozat, amit, amit szívesen újra néznék, viszont annyira nem szívesen, hogy hogy érted hogy újra nézek bármit is. Ahhoz nagyon nagy indok kell, és inkább új dolgokat nézek. Game -be benne van a Dead Souls, meg a hádész is. Ez a Game Pass, ez egy nagyon jó cucc ezek szerint. Csak az újjákra figyelni kell a régi máthát. mondjuk ez igaz, ez igaz. Lovacske is ezt csinálja, hogy nézi most a csillakaput, már nem is tudom, hogy hol tart. Mondka mondta, hogy ő már elért a noxokig. Amikor apuka lesz, hát én úgy gondoltam Bazsantal, hogy, hogy majd tehát, hogy nem akkor nézem, amikor majd gyerekem lesz, és uh, lesz a gyerek, meg mellette én nézem a, a sorozatot, hanem majd a gyerekkel együtt. Erre gondoltam. Jaj. Második évad, ne jársz? Na, hajrá, lovacska! Én nem tudnám magam rávenni. Azt nem tudom, meséltem -e nektek, hogy én úgy láttam a csillakaput, úgy vett rá még a gimiben az egyik osztálytársam, hogy odaadta CD-n az első évadot, mert valamiért nála volt. vagy DVD-n, valószínűleg inkább DVD-n. Megnéztem és mondtam neki, hogy a többit a végig kell néznem. az a gond, hogy mire elég nagy lesz, hogy nézhesse az ilyeneket, akkor fogja mondani, hogy mi ez a gagyi minőség. Á, nem, 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 nem. Gagyi minőség az nem lehet. Az nem lehet. Olyat nem lehet mondani. Mármint értem én, hogy lehet mondani, hogy gagyi minőségű az, amit, az, amit én nézek be. Ez olyan, mintha mondjuk az első csillag, mi az, csillagok háborúja részre, aki azt mondja, hogy gagyi akkori korban az, 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 menő volt. És nem tudom, például egy, egy Bud Spencer Terence Hill is még szerintem a mai napokig menő. De, ez, de igazad van, Lianna? Technológiailag valószínűleg volt lesz egy-egy film, egy-egy sorozat, egy-egy anime. Jut eszembe, ha már ilyen elavultságról beszélünk, meg gagyi minőségről, nem tudom, hogy ki az, aki né... <coughs> nézi közülöttek a mai napig a Family guide vagy esetleg az újabb részeit. Ha már nagyon elfelejtette, hogy mi volt az első évad, vagy mi milyen, hogy hogyan néztek ki akkor a karakterek, akkor javaslom, nézze meg az első évad első részét, és azt fogja mondani, hogy te jó ég, hát ez nézett ki így egyszer valamikor. <laughs> Terence és Bud kisgyerekként, de imádtam őket. Én is imádtam. Még, a, még az önálló filmjeiket, sorozataikat is. Mondjuk szerintem Terence volt ebből a több. Én, én annól a kellemeset a hasznosat, végignéztem a sok agyára a csillakapó 10 évadát, közben egyrészt végtekertem szóba a mínusz 20 kg 10 évad alatt. Wow! Na mondjuk az elég király partipi. Igen, ez a uh, bicikli, biciklivel, uh, tehát a szoba sorozat, film, stream nézéssel egybe kötve, ez, egy, ez egy, nagyon hasznos dolog partipi, úgyhogy ezt, ezt ajánlom amúgy másnak is. Bár én még nem, nekem ebben nem volt részem, de jó pár ismerősöm mesélt már ilyenről. Ha a Family Guy első két évadját még kézzel rajz rajzolták, lehet, hogy amúgy az első hármat is. Mármit... 99-ben jelent meg az első évad, és 2003-ig ment, és utána volt egy kis szünet. Szóval lehet, hogy azokat a részeket kézzel rajzolták meg. Lilit Manó, nagyon-nagyon szépen köszön a nyolc hónapnyi támogatás Üdv újra itt köztünk. És köszi szépen, hogy a Prime alatt még mindig rám használod el. Srácok, már is indítom a kántárást. Ha megtalálom az egeremet. Most enni egy kis hagymás babot? <laughs> Jaj. Igen, igen, van a, van a Family olyan része, ahol visszamennek az első évad a cikizni saját magukat. igen, igen, lovaska. Hát durva. Nem tudom. Nem tudom, én a mai napig szeretem azokat, amiket kisgyerekként is szeretem, már, már amit így láttam, ma már még tévében. Nem tudom, nem tudom majd, hogy hogy állnak ehhez a, a gyerkőcök, az újabb generáció. Nem tudom, hogy mit fog majd szólni egy, egy újabb generáció a, a mi kedvenceinkhez. Például egy, például egy, csak hogy egy olyan dolgot mondjam, a, mondjak, aki sokaknak kedvence, például a, a Star Wars első része, vagy a, vagy a Gyűrűk ura első része, vagy a Harry Potter első része. klasszikus kell, hogy legyen. Aztán a fene se tudja, hogy, ez, ez majd hogy alakul. Andrew, közben... Hétfő az hétfő. Közben nagyon szépen köszönöm, Andrew, az ötödik hónap támogatásodat. Üdv újra itt köztünk. Néked is, srácok. Újabb swag pergetés mehet. Digra szerintem lesznek más klasszikusok? Hát figyelj, Mapko. Nehezen tudom elképzelni, bár valószínűleg, rosszul gondolom, de szerintem egy, egy csillagkapu, egy, egy, mondjuk egy csillagkapu nem biztos, de mondjuk egy csillagok háborúja, egy Harry Potter vagy egy gyűjtők az, az, az ez öröké, öröké fenn kell, hogy maradjon. Mármint, hogy fenn kéne, hogy maradjon. Nem tudom. Nehéz azt gondolni, hogy ez, az nem lesz klasszikus majd valamikor. Köszi szépen srácok, közben a, a, pergetést. Köszi szépen a támogatást neked is, Lianna itt a iPhone-at beindító csírt, illetve Szemanza százas csíredet. Köszi szépen sárcok. Matt, nagyon-nagyon szépen köszönöm a fél év támogatást néked is. Köszi szépen, hogy a prime te is rám használtad el. Srácok úgy néz ki, hogy itt nincs megállása a, a vonaton. Illetve a high fonaton se, ahogy látom. Aj, Isten. Nem, nem, megy a kontroll cím. Azt Akkor már yeah. Köszi szépen a szolomista <laughs> szerzősít. Suhan, suhan. Illetve. Gratulál, az újabb badgethez, ezt, ezt nem mondtam. Nonóka azt mondja, hogy két, két az a tapasztalta, hogy az örök klasszikus filmek jelentnek, de egy Disney mese, mese, az ezret fordulóról nem köti le őket. Hm. Fura, Ura, lehet, hogy ez egyébként uh, um, emberenként, uh, gyerkőcönként, személyiségenként uh, más, nem tudom. Nehéz erről úgy beszélni, hogy hogy, hogy nem, nem tudok hozzászólni annyira a dolgokhoz, de de kíváncsi leszek, hogy majd egyszer ha eljön az idő, akkor ez nálunk hogy lesz. És köszönöm szépen, Lovacska, közben az ajándékot a kónája számára. Üdv üd mindenkinek, köszi szépen a követéseket, és köszi szépen, Lovacska, hogy a 101. feliratkozás ajándékozással kónaja 20. számú 33. hónapját tetted lehetővé. Na de ennyit a dumából, ennyit a domából, srácok. elindítom közben a játékot. Ez nem azt jelenti, hogy ne, ne folytatatnánk továbbra is ezt a, ezt a témát. Csak elindítom már közben a játékot, hogy azért, egy csak a menüt nézzétek.